Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk Önöknek a mai műsorban. Az egyetemes értékek felelevenítése a kulcs a jövő családjai számára. Jubileumot ünnepelt az Atlétika Klub. Megújul az Ermel Vojnics kápolna. Számos programmal készül Bonyhád város az adventi időszakra. A jövő családanyái és családapái? Ezzel a címmel tartott előadást Bese Gergő katolikus pap a Bonyhádi Perccel kúriában. Az est folyamán szó volt az online tér gyerekekre mért hatásáról, a szülők felelősségéről és a család fontosságáról is. A beszélgetés a Terítéken közéleti program sorozat újabb állomása volt. Olyan képet teszek fel, amit addig filterezek meg photoshopolok, hogy már én magam sem tudom, hogy ki az, de hogy eladhatóvá váljék. Az online térben olyan szép vagyok, amilyenné válni akarok. Az online térben azokat az embereket hallgatom csak, akik azt mondják, hogy szép vagy, jó vagy, tökéletes, csak azt keressük. Bese Gergő katolikus pap épp arról beszél, hogy a gyerekekre milyen káros hatással van az online tér, és hogy a szülők, pedagógusok vagy akár az egyház mennyire tud hatással lenni arra, hogy a gyerekek ne a virtuális valóságban éljenek. Pontos adat van arról, hogy a fiatalok zöme napi 4,5-5 órát is eltölt az online térben. Rejszné Szőcs Edit gyógypedagógus, aki egyben az este moderátora is volt, munkájából adódóan nap mint nap szemtanúja a kütyük gyerekekre mért hatásának. Gyógypedagógusként több szinten figyelem ezt a folyamatot. Egyrészt fizikai síkon, ahogy a gyerekeknek a, és most nem úgy, mint testnevelő vagy gyógytestnevelő, hanem hogy hagyhat az idegrendszerükre, az is egy fizikai sík, hogyan épül másképp kisgyermekkorban, csecsemőkorban az idegrendszer, és másra lesz fogékony, mint az előző generációké volt, illetve látom érzelmi síkon, hogy a mai gyerekek mennyivel szorongóbbak, mennyivel kevesebb a kapaszkodójuk, mint az előző generációknak, mennyivel több lelkisérülés érheti őket, és ez mennyivel könnyebben megtalálja őket, mint az előző generációk. Rejszné Szőcs Edit azt is elmondta, hogy igazságtalanság lenne azzal vádolni a szülőket, hogy elhanyagolják a gyerekeket, hiszen a mai világban rájuk is sokkal nagyobb teher hárul a mindennapokban. Nem lehetnek a gyerekek utcagyerekek a jó értelmében, hogy kiengedjük és galeriznek, bandáznak, és a nagyobbaktól tanulnak, a nagyobbak olyan játékokat játszanak velük, amik gyógypedagógusként tudom, hogy fejlesztő hatásúak. Gondoljunk csak a pörcsizéstől kezdve, amit mi mennyit csináltunk, az árokcica, a sározás, az egyebek. Tehát ezek kiesnek a mai gyerekek életéből. Van egy iszonyú nagy mágnes, ami bevonza őket, amiről most már mindenki beszél, és mindenki tisztában van vele, de valahogy mégsem kezeljük a helyén. Ugye ezek a kütyük. Divatos szóval, és a mai szülőknek nagyon-nagyon nehéz ezt ellensúlyozni. Mert amíg az én fiam, hogyha nekem főznöm, vasalnom kellett, bement legózni a szőnyegre, a mai gyerekek a kezükbe veszik a kütyűt, és akkor a szülő félre kell tegye a maga dolgát, és érdekesebb kell legyen a kütyűnél. Ez úgy gondolom egy iszonyú nagy kihívás, főleg a pici gyerekeknél. Rejszné Szőcs Edit azt is hozzátette, hogy a szülők nagyon nagy tudatossággal, következetességgel és határozott elképzelésekkel tudják ezt a folyamatot jó mederbe terelni és optimális keretek között tartani, de ellene tenni nem lehet. Bese Gergő katolikus pap elmondta, hogy nagyon örül ennek a felkérésnek, mert fontosnak tartja, hogy beszéljenek a mai családok helyzetéről, hiszen a jövőt a ma felnővő generáció adja majd. Amikor a gyerekek nőnek és cseperednek és egyre nagyobbak lesznek, mint hogyha valami eltévelyeg, nem, valami nem sikerülne, valamit elrontunk. De mit rontunk el? Mi az, amiben túl lazák vagyunk, mi az, amiben esetleg túl szigorúak vagyunk? Értjük-e egyáltalán a mai ifjúságnak a nyelvezetét, és talán tudunk-e valami olyan kapaszkodót adni nekik, ami miatt ragaszkodjanak a régi, jó bevált dolgokhoz. A szülőknek kéne bejátni azt, hogy
nem szabad a gyermek oltárán feláldozni magukat, nem szabad a gyermeket, mint kis királyt minden fölé emelni, és inkább is behunni a szemüket, és elengedni a kezüket, mert azt gondolják, hogy már nagyok, már a technika világa már kinevelte őket arra, hogy megállják a helyüket az életbe. Épp ellenkezőleg azt látjuk, hogy minél inkább fejlett körülöttünk a technológiák, annál alkalmatlanabbak sokszor az önálló döntésekre, önálló életre, és ebben kell nekik segíteni. Tehát, hogy a technológia nem a fejlődést abban a tekintetben segítette, hogy a fiatalságunk azok mondjuk 11-12 évesen már önálló lábakra tudjanak állni. Ma pedig a szülők azt hiszik, hogy ezek a mai tizenévesek azok sokkal érettebbek a koruknál, pedig nem azok. Tehát lehet, hogy a külső azt mutatja, de belül nagyon sok probléma van. És ebben a vívódásban vannak a szülők, hogy hogyan fogjam vissza, ha már ilyen anyányi lányom vagy ilyen apányi fiam van, de belül a lélek és a szellem még lemaradt ebben a fejlődésben, sőt nagyon lemaradt. És ebben kellene valahol a szülőknek is fölébredniük. Az egyház 2000 éve azokat az értékeket vallja, amelyek ma is fontosak. A család egységét, a kitartást, a hűséget, és azt, hogy a legfontosabb ajándék a gyermek. Ezeket az egyetemes értékeket kell visszacsempészni a hétköznapi életbe, és ebben nagy szerepe van az egyháznak is, mondta Bese Gergő. Az egyház tanítása nem csak a templomba járóknak, szóval mindenkinek, akik van nyitott füle és nyitott szíve. Tehát az ilyen esti beszélgetések, ilyen alkalmak is lehetőséget nyújtanak arra, hogy azok, akik még távolságot tartottak az egyháztól, azok lehet, hogy egy kicsit most bátrabban mernek közeledni az egyházi közösségek felé, mert nekünk mi ki az egyház? Azok, akik meg vannak keresztelkedve, kik alkotják az egyházat, hát ők. És nekünk az alapsejtjeink, a jó kis közösségeink azok, amelyek várják azokat az érdeklődőket, akik nem akarják az bőrükön megtapasztalni ennek a mai világnak a nehézségeit, hanem családcsoport, ifjúsági csoport, a cserkészet, a minisztránsok, a különböző ima közösségek mind lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt erősebbek vagyunk, és együtt azt a kis lámpásainkat, ha összetesszük, hiszen Márton után egy nappal különösen is aktuális, akkor abban egy óriási fény és világosság lesz, és azt a fényt meglátják azok, akik még most sötétben tapogatóznak. Nekünk ilyen fényhordozóknak kell lenni, és hát ebben szeretnék segíteni itt Bonyhádon azoknak, akik eljöttek és meghallgatnak, és elfogadják, hogy van véleménye mondjuk egy katolikus papnak is arról, milyen egy család. A programot a Terítéken közéleti beszélgetés sorozat keretein belül valósították meg. Jubileumi ünnepséget tartott a Bonyhádi Atlétikai Klub. Az eseményre ellátogatók megtekinthették az elmúlt 25 év válogatott atlétáinak dicsőség kiállítását is. A rendezvény nyitó beszédében Csábrák János vezető edző méltatta az elmúlt 5 év eredményeit. Elismerésben részesítették a 2020-21. Év legjobb atlétáit, majd Barta Dávid, a klub egykori válogatott atlétája mesélt sport sikereiről és az Amerikában eltöltött éveiről. 25 éves jubileumát ünnepelte a Bonyhádi Atlétika Klub. Csábrák János vezetőedző felelevenítette az elmúlt 5 év eredményeit, azokat a nemzetközi sikereket, amiket a klub sportolói elértek. Folyamatosan minden évben ebben az elmúlt 5 évben, ugye a tavalyi járványt leszámítva, akkor nem rendeztek nemzetközi versenyt, minden évben volt gyerekünk kint Európa-bajnokságon, vagy korosztályos világbajnokságon. Ez egy óriási fegyvertény. És hogyha még azt is elmondom, hogy Varga Lőnc szemében egy olyan kiváló sportolót sikerült kinevelnünk, fölnevelnünk, én voltam az edzője, aki 3 világeseményen is részt vett. Sajnos a kenyai az csak virtuálisan történt, mert a terrorveszély miatt a magyar csapat nem utazott ki 2017-ben Nairobiba, de 18-ban Tamperében ott voltunk a junior világbajnokságon, ott 26. lett 800 méteren, és 2019-ben pedig egy nagyszerű európai negyedik helyezést ért el 800 méteren. És folytatódott tovább ez a sikersorozatunk, abban az értelemben, hogy a idejében már újra tudtak nemzetközi versenyeket rendezni, és Kling Réka kiváló súlylökünk, aki korosztályban többszörös magyar bajnok, tudott bennünket képviselni Tallinnban az Európa-bajnokságon.
Az Atlétika Klub elsősorban a középiskolás korosztály felkészítésével foglalkozik, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium adja az utánpótlás bázisát. A kölyökből atléta nevű programnak köszönhetően, ami az általános iskolásokat célozza meg, adott a háttérbázis is a későbbi atléták kinevelésére. Ezáltal, hogy mi középiskolás alapon foglalkozunk a gyerekekkel, tehát ez a fő bázisunk a létszámban, ugye ők azért érettség után tovább tanulnak. Bejönnek a gyerekek 9-be, 12-be tovább mennek. Idén is egy nagyon jó korosztályt engedtünk el. Ezt tudomásuk kell venni, tesszük a dolgunkat. Az atlétikai klub Bonyhád egy utánpótlás nevelő klub. Mi ebben a ifjúsági junior korosztályban vagyunk egy meghatározó egyesület Magyarországon. A jubileumi ünnepségen egy dicsőségkiállítást is megtekintettek az érdeklődők. Itt annak a hússportolónak az eredményeit mutatták be, akik az elmúlt 25 év során válogatott atléták lettek. A sportolók összetartása a klub életében szintén hozzájárult ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek a megmérettetéseken. Ami fontos szerintem a mi klubunkban, és ezt visszajelzi akár a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, akár a többi klub, hogy nagyon-nagyon összetartóak a fiataljaink. Tehát amikor versenyen vagyunk, akkor látszik, hogy reketre üvöltik magukat, úgy drukkolnak egymásnak, és az edzéseken is, mivel együtt sokkal könnyebb izzadni, terhelni magukat, és szenvedni is, így erősítik egymást folyamatosan, és ez egy nagyon összetartó csapattá, egy családdá teszi őket. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a bonyhádi atléta az egy érzés, tehát bonyhádi atlétának lenni az egy gyönyörű érzés, és mindenkiben megmarad ez, hiszen a mai napon is érkeznek a régi atléták is, akik még a régi klubban edzettek és sportoltak. Az Atlétika Klub egykori válogatott sportolója, Barta Dávid szintén képviseltette magát a rendezvényen. A bonyhádi Arany János általános iskolában kezdett el sportolni, először a futballal próbálkozott, majd a későbbiekben váltott az atlétikára, ahol kiemelkedően teljesített 200 és 400 méteres síkfutásban. A 8. osztályos koromban jött az első komolyabb eredmény, a 3. lettem egy összetett diákolimpián, és ez volt az, ami igazából az az eufórikus érzés, a győzelem, a siker, a belefektetett munka gyümölcse, ami az atlétika iránt elvitt. Utána 2009-ben a gimnáziumban folytattam, ahol egykori volt fociedzőm Csábrák János is átigazolt ebben az időszakban, és itt Sájdler Géza és az ő kezé alatt dolgozhattam tovább. A több edzésnek ugye meglett az eredménye is, sokkal több minőségi munkát tudtunk elvégezni az edzések alapján, így sikerült kijutnom 2011-ben egy ifjúsági világbajnokságra, ekkor már többszörös válogatott, magyar válogatott voltam, majd 2012-ben Barcelonában a junior világbajnokságra, és ezt követte 2013-ban a felnőtt Európa-bajnokság Helsinkiben, Finnországban. Barta Dávid azt is elmondta, hogy a nemzetközi versenyen elért eredményei segítették hozzá ahhoz, hogy az amerikai University of Virginia Egyetem edzője felfigyelje rá, és sportolói ösztöndíjat ajánljon neki. Ezek a nemzetközi versenyek során ez egy bevett módszer az amerikai edzőknek, hogy kijárnak erre a versenyekre, és itt próbálnak olyan atlétákat megnézni, találni, akik úgy gondolják, hogy az egyetemüket előrébb tudja vinni mind eredményekkel, mind tanulmányilag. És itt figyelt föl rám az edző, viszont szeretném hozzátenni, hogy nem karbatett kézzel vártunk erre, hanem előtte készültem egy ilyen lehetőségre én magam is, szüleim, illetve az edzőim támogatásával, külön órákat vettem angolból, elvégeztem azokat a vizsgákat, amik ugye szükségesek lennének egy esetleges külföldi továbbtanuláshoz, és amikor ez az edző ugye megkeresett, akkor már felkészül voltam. A rendezvényen átadták a 2020-2021-es év legeredményesebb atlétáinak az elismeréseket, majd Barta Dávid egykori válogatott atléta beszámolóját hallgathatták meg az egybegyűltek amerikai sportpályafutásáról. 200 millió forinttal támogatta Magyarország kormánya Bonyhád várost. Ennek köszönhetően felújítják az Ermel-Vojnics kápolnát. A munkálatok során többek között tájrendezés és csapadékvízelvezető rendszer kiépítése is megtörténik. A tervek szerint márciusban érnek véget a munkálatok. Elkezdődött az Ermel-Vojnics kápolna felújítása Bonyhádon. Magyarország kormánya közel 200 millió forinttal támogatta, hogy az 1907-ben épült imaházat felújíttathassa az önkormányzat. Az építkezés jelen állapotában úgy tart, hogy a falakat alulról egy ilyen préseléses technológiával levízszigeteltük. Az elványozás elkészült, és most kezdődtek el a tetőfelújítási karbantartási munkái.
Ez nagyrészt teljes mértékben rekonstruálás, az azt jelenti, hogy az eredeti állapotot próbáljuk egy az egybe visszaállítani. A tető szerkezetén egyébként a fa szerkezet az teljes mértékben az eredeti állapot lesz. Szerencsére azért a felújítás során észrevettük, hogy igazából semmi szerkezeti kár nem keletkezett benne, úgyhogy az egy az egyben megmarad. A tetőre egyébként egy rész burkolat kerül vissza. Mindezek után a beltér felújítása következik majd. Ott az állványozás az valószínű jövő héten kezdődik majd el. Ha ez megtörtént, akkor jönnek a rekonstruálók, és belülről is teljesen az eredeti állapot lesz visszaállítva. Az épület belsejében több freskó, festmény található. A nagy részük az kék és vörös szín dominál. Legveszélyesebb elemeket, azokat már elbontottuk. Voltak szerintem életveszélyesnek titulált burkolati elemek rajta, ezeket leszettük. A zsolnai gyár fogja ezeket az eredeti gyártó helyreállítani. Ami már menthetetlen, abból persze újat fogunk gyártani, vagy gyártatni. A park részén lesz 3 darab sétány. Az egyik sétány az a Kárváliától a most meglévő munkások által kitobodott nyomvonalon készül majd itt el. A másik az a két épület között lesz. A harmadik az pedig a mauzóleumtól a síremlékekig. A munkálatok várhatóan márciusban fejeződnek be. A következő percekben a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ igazgatója számol be azokról a színes programokról, amelyekkel az adventi időszakot szeretnék megtölteni. Karácsony elengedhetetlen része az ünnepet megelőző 4 hét. Az advent különleges hangulata, a várakozás ideje régmúltra visszanyúló téli hagyomány. A tervek szerint ezt az időszakot tölti meg programokkal, és teszi még érdekesebbé a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ. A korábbi években már szerveztünk adventi programsorozatot, sajnos a járványhelyzet ezt az elmúlt évben azért keresztül húzta, de hát itt vagyunk lassan a várakozás időszakában, és jelenleg nincsen olyan korlátozás érvényben, ami miatt ezt ne tarthatnánk meg, úgyhogy nagy-nagy örömmel készülünk programokkal, hasonlóakkal, mint amik már korábban is voltak. Délután 4 órakor az advent valamennyi hétvégéjének szombatján lesznek ezek az események. A művelődési központ elsősorban a családoknak szeretne kedvezni. A családokból lesz gyerekeknek és felnőtteknek szóló program is. Mindig a gyerekeknek szólóval fogunk kezdeni. Ezek zenés műsorok vagy mesejáték. Lesz utána talán vegyesen, vagy inkább a felnőtt korosztálynak, amit a gyerek is élvez, egy-egy koncert minden alkalommal. És persze kiegészítő programok lesznek itt, népi fajátékok, és persze mindenféle finom étel, itóka, forralt bor, tea, kürtős kalács, mézes kalács, stb., ami egy-egy ilyen rendezvénynek azért mindig kísérője. A gyerekeknél az első hétvégén Figura Ede érkezik hozzánk a Hohenbér születésnapja című zenés gyerekműsorával, a második hétvégén Kovács Gábor tart hangszerbemutatót és tart műsort a családoknak. A harmadik hétvégén a Mesélő Bőrönt Társulat érkezik Kisfenyő című mesejátékával, és a záró alkalmon Kalap Jakab érkezik vendégnek, mesezenekarával ad majd koncertet. A felnőtteknek szóló műsorból egy kis ízelítő vendégünk lesz Szemerédi Bernadett és Széplaki Géza, Ferenc Gitta és Kalauz Attila, Marcsek Máté és Kovács Kristóf. És ezen alkalmak elmaradhatatlan eleme az, hogy minden egyes hétvégén felgyúlik egy-egy gyertyának a fénye. Első alkalommal természetesen polgármester asszony is részt vesz az eseményen, ő köszönti az egybegyűlteket, és az egyházak képviselői fogják ezeket az adventi gyertyákat majd meggyújtani, és akkor helyi kulturális egyesületek adnak emellett még műsort. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!